Ha olcsó és megbízható helyről szeretnél zsetont vásárolni, válaszd a fifacoin.com weboldalát, és használd az Eflehel kuponkódot 5% kedvezményért. Szevasztok srácok, itt is lennék egy újabb videóval, és a mai videóban folytatjuk az olasz melót. Itt láthatjátok a csapatomat, és hát remélhetőleg nagyon-nagyon tetszett az előző epizód. Én nagyon-nagyon élveztem felvenni, úgyhogy vágjunk is bele a mai epizódba, ugyebár ez már a harmadik rész. Hogyha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot eddig, és nézzük meg, hogy akkor ezzel a csapattal mit fogunk alkotni. Na és srácok, vágjunk bele, nézzük meg, hogy milyen ellenféllel állunk szembe. Hát itt a Rashford-Zaha csatársora van, ami azt jelenti, hogy nem lesz olyan könnyű ezt behúzni. Itt van egy csongja, ezt szerintem megcsinált SBC-ből, mert ezt ugye már nem lehet nyitni. És vele próbált meg itt a szélen zavarni. Belotti, nagyon jó. Belottinak az egy jó indítás, Belotti mehet, Belotti. Vissza kell húzni, ott van Belotti előtt a lehetőség, és nem tudja kihasználni, viszont a második hullában érkező játékosunkkal nagyon szépen mellé elrúgjuk. Az Edernek egy nagyon jó passz, Eder, és ott a gól, 1-0 srácok, ez nagyon-nagyon hamar ment. Már is megvan a vezetés. Az egy jó passz Jovinkónak. Á, Jovinkótól megszerzik a labdát. Viszont védekezni kell, de méghozzá elég jól. Itt Csong már fut is a szélen, azt valahogy azt el fogja bénázni, mert odalépünk. Nem elég, de Rossi kellene, hogy készüljön. Ajja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 jj
Rashfordnál a labda. Á, Sportiello. Csonggal megint a szélen itt próbálja zavarni a játékunkat. Csong még mindig. Hát ez nem igaz. Átmegy mindenkin. 2-1 az állás. Pont ugyanúgy, mint az előző epizód utolsó, illetve a második meccsén. Ugyanígy volt. 1-0-ra vezettünk, 2-1 oda. Na, remélhetőleg ugyanaz lesz a végeredmény. De miért nem Edernek passzolja oda? Hát ott van mellette egy 6 centire. Na jó, mindegy. Amiatt nem fogjuk most idegesíteni magunkat. Eder. Jó, és ott mehet. Jovinko lövése, és ott a második gólunk is. 2-2, srácok. Ki is tudunk egyenlíteni. Nagyon szép labdaszerzés Mancini. És megint elveszítjük a labdánkat. Ájjajjajjaj, Sportiello nagyon szépet véd, de 2-2 még mindig az állás. Nagyon jó Mancini, és hozhatjuk ki, micsoda játék. Kandrivának pedig mehet egy passz, amit nem tud megtartani, viszont az egy jó indítás is lehet Kandrivának. Nagyon jó, Kandriva hozhatja. Kandriva, Belotti, Jovinko a labda útja, Jovinko előeti, és éppen hogy csak be lehet érni Donnarumma. Nézzük meg, hogy alakul ez a szöglet. Az jól alakul, méghozzá ott a lehetőség, és nem 11-es. Az igen, srácok. Hát felesett a védőnk, de nem fújt be semmit a bíró. Az egy nagyon szép labdaszerzés. Az egy jó passz, Kandriva. Jovinko. Belotti, ott van Belotti előtt a lehetőség. Le kellene fejelni. Jajjajjajjaj. Az meg hogy megy át? Hát Istenem. Az a baj, hogy még nem elég jók a játékosaink ahhoz, hogy ilyen apró kicsi helyzeteket kivédekezzünk. Nagyon jó. Ez szép volt. Úgyis van, srácok, első félidő végén 2-2 az állás. Meg lehet a győzelem, de ne bízzuk el magunkat. És gólt kapunk. Ez nem igaz, srácok, komolyan mondom. És nyilván oda pattan és be fogja fejelni. Mi a fenét csinál? Atya úristen! Ez mi volt? Nézzük meg még egyszer. Nem tudjuk megnézni még egyszer, mert tovább nyomta. Hát komolyan mondom, ilyen nincs. Ez is bemegy. Nyilván, mert Martial rúgja, és nyilván bemegy. Azt a mindenit. Sportiello olyan, mint egy bábú lenne a kapuba, komolyan. 5 gólt kapott.
Hát a bronz kapusom nem kapott ennyit. Mindjárt vissza kell rakni a második fél, illetve a második fél, a következő meccsre vissza fogom rakni komolyan a bronz kapusomat, az így megy tovább. Olyan boostot nyomott rá a játék, hogy hihetetlen. Tehát minden labdát elveszítek, mindent összeszed, minden lövése pontos. Ez is egy centivel ment kapura, vagy a centivel ment kapu mellé. Szerintem egy Battlefield 5 vagy valamilyen ilyen lövöldözős játék nem annyira scriptelt, mint a mint ez a FIFA. Komolyan mondom. Ah, persze, abba, hogy nyilván bele lép, hát hogyne. Azt a mindenségét neki. Megint. Nem igaz. Az pontos, és az be fogja rúgni. Én már látom. Visszahúz és bemegy. Mondom. Annyira kiszámítható a játék, és annyira lehet tudni mindig, hogy mikor fog történni valami. Persze, hát a kapusnak olyan reflexe van most, mintha nem is lenne kapus. Tehát, hogyha beraktam volna egy csatárt, lehet, hogy Belotti jobban védett volna. Következő meccsen megpróbáljuk, megcseréljük őket, kettejüket. Na jó, srácok, nézzük meg, hogy az az egyszem játékos, aki a vereség után be fog kerülni, az ki lesz az. Nézzük meg. Mondjuk ez a játékos fog bekerülni a csapatunkba, és ő fogja erősíteni az alakulatunkat. Ő nem más, mint El Sharawi. Na, végre a másik szélen is lesz valaki, hála a jó égnek. Úgyhogy nézzük meg, hogy El Sharawival mit tudunk kezdeni a következő meccsen. Na, nézzük meg, srácok, hogy a mai második mérkőzésen mire fogunk menni. Az a baj, hogy egyelőre nem lehet így a friendlies módon belül tudni az ellenfél csapatát, így menet közben kell rájönni, de azt már látom, van egy Jordi Albája. Szép. És... nem ment át ott a passz, pedig mekkora lehetőség lett volna. És most lehet, hogy egy ilyenből fogunk gólt kapni. Nem fogok kijönni vele a szélre, ma kell oda középen az ember. Aja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 j
csapatok, komolyan, Mbappé, Griezmann, Kanté, mindenkije van. Atya ég. Hát komolyan ez még nehezebb, mint a Division Rivals. Szerintem amint gold csapatom lesz, egyből átváltok arra a Division Rivals-re, mert így nagyon nehéz. Ilyen Mbappé, Griezmann, Kanté, ilyen csapat ellen játszani azért. Hát nem kis dolog. Mbappé-nál a labda. Mbappé még mindig ott. Mbappé még mindig. Ajajaj. Azt ne talált ki, hogy az egy szabálytalanság volt. Jó. Az jó passz. És ott indulhat a játékosunk. Nagyon szép indítás. El-Sharawi. El-Sharawi még mindig. El-Sharawi. Mondom, hogy El-Sharawi. El-Sharawi, hát igen. Jó, Eder. Eder még mindig. Most már Belottinál volt az előbb. Jovinko. Az nem kellett volna olyan Belottinak olyan gyorsan tovább passzolni azt a labdát, mert így veszélyben vagyunk újra. Belotti kaphatja, Jovinko, Eder, Jovinko, Jovinkónak vissza, Jovinko, és egy óriási gólt lövünk. Nagyon szép támadás volt, és egy nagyon-nagyon szép befejezés. És srácok, ennyi volt az első, illetve igen, az első fél idő. Úgyhogy nézzük meg a másodikat, hát nagyon nehéz lesz, mit nem mondjak. Remélhetőleg valamit ebből ki tudunk azért hozni. És hát nem lesz itt ilyen 65 gól még a második fél időben az ellenféltől. Edernek nagyon szép indulása volt. Eder, még mindig Eder. Jó, az egy jó lehetőség. El-Sharawi, ajjajjajjaj, rövid volt a passz. Nem volt benne elég erő. Az jó passz. Ajj, megint ott van a lehetőség. Ott van. Jajajaj, ki tudtunk volna egyenlíteni többször is. Óriási lehetőségünk volt megint. Az jó passz. Ajjajjaj, elveszítjük megint. Ez a baj, olyanokkal próbálkozok, amikre hát sajnos hát a csapat nem elég jó, és nem tud ilyesmiket, hát hogy is mondjam, összehozni. És ott El-Sharawi már is indulhat.
Az jó, és El Sharawinak megy is vissza a labda. El Sharawi csel, nagyon szép. Hintába ültetjük a védelmet. Az jó lehet. Így ott a gól, Jovinko. Ott is van a 2-2. 75. percig kellett várni arra, hogy kiegyenlítsek. Hát itt most már érett ez a gól. Az utóbbi pár percben nagyon-nagyon szorongattuk az ellenfélt. Hát megnézhetnénk, csak nem a mi oldalunkról, mert az ellenfél egyből fordít, illetve fordul. Ajajajaj! Á, és kapunk egy gólt, nem igaz. Az utolsó másodpercekben kapunk, srácok, egy gólt. Ez 4-2. Á. És ott az 5. gól. Hát srácok, ez 5-2. Nem tudom, mi van velünk, komolyan mondom, 5-2-re áll a meccs. Az előbb 2-2 volt. És még arra is volt esélyünk, hogy megszerezzük a harmadik gólunkat, és hopp, Viszlát. Viszlát nagy előny. Nézzük, hogy ki jön be a csapatunkba, ő lesz, ez a játékos fog csatlakozni, aki nem más, mint Trojani, ő lesz a bal hátvédünk, és vele állunk fel majd a következő meccstől. Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot erre a videóra, és találkozunk a legközelebbi epizódban, vagy szerintem egy másik FIFA videóban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, én Lehel voltam, és sziasztok!